Vasárnap még Londonban róttak kilométereket, szerda délelőtt pedig már Nyíregyházán fogadta gratulációkat Hellebrand Máté. A pályafutása második 50 kilométeres versenyén hatalmas országos csúcsa 6. helyen végző gyalogló elmondta, hogy még mindig az élmények hatása alatt áll, szinte hihetetlen számára, hogyan tudott pontszerző helyen végezni az év legrangosabb versenyén. Még mindig felfoghatatlan számomra ez az eredmény, mind a helyezés, mind az időeredmény. Úgy utaztunk ki erre a versenyre, hogy egy egyéni csúcsot szeretnénk majd elérni, illetve majd valamikor az országos csúcs is elérhető közelségbe fog kerülni, illetve meg is fogom tudni majd dönteni, de arra egyáltalán nem számítottunk, hogy már most meg fogom dönteni ezt a csúcsot, illetve hogy 5 perccel fog sikerülni. Helyezésben pedig hát egyszerűen még tényleg nem tudom felfogni, hogy pontszerző helyen értem be felnőtt világbajnokságon. 52 versenyző volt, én abból a középmezőnyben helyezkedtem el még a verseny előtt, és ahhoz képest a 6. helyen végeztem úgy, hogy több világbajnokot is, illetve olimpiai érmes versenyzőket előztem meg. Nagyon örülök ennek az eredménynek, és még így visszagondolva, meg visszanézve a részidőket, még tudjuk az edzőm Józsivával, hogy ebben még volt legalább 2-3 perc. Motivációban tehát nem lesz hiány, jövőre Berlinben Európa-bajnokságot rendeznek, de Máté már előbbre tekint. A távlati célunk mindenféleképpen a tokiói olimpia volt Józsivával, akkor 31 éves leszek, de mivel ez a nagyon hosszú táv, ez az időseknek kedvez. Erre nagyon jó például a mostani világbajnokság, amit Johan Diniz nyert, ő most 39 éves. Hát ebből kiindulva még legalább 2, de még lehet egy harmadik olimpia is belefér. A világbajnoki 6. helyezett gyalogló a szezonban még 2 hazai versenyen áll rajthoz, a csapatbajnoki döntőben, valamint a Superliga döntőben képviseli majd a nyíregyházi színeket Hellebrand Máté.